Sziasztok! Ez itt a Kreatív Stúdió első adása, én Ede Mester vagyok, és a mai részben azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan készíthettek nagyon egyszerűen ilyen papír creeperöket. Tulajdonképpen a folyamat igazából valóban egyszerű, de mégis így a beérkező üzenetek alapján úgy érzem, hogy volna igény egy ilyen videó elkészítésére, úgyhogy itt van. Mielőtt belevághatnánk a hajtogatásba, be kell szereznünk egy úgynevezett testhálót, ezt a Minecraft textúrái alapján természetesen saját magunknak is összeállíthatjuk, azonban a kezdetben egyszerűbb, hogyha keresünk egyet az interneten. A Google természetesen hihetetlenül nagy mennyiségű különböző hálót fog kidobni számunkra, akadnak bőven. Keressünk egy olyat, ami szerintünk megfelelő. Nézzük meg eredeti méretbe, és mentsük le a számítógépünkre. Creeper testháló. Miután lementettük, hogyha szeretnénk, akkor egy kicsit esetleg egyedibbe is tehetjük. Én ezt már is meg fogom tenni, úgyhogy egy rövid képszerkesztés, és itt is vagyok. Oké, rá is tettem egy kis RGB feliratot a creeperünk hátára. A dolog mostantól nagyon egyszerű, ki kell mindezt a hálót nyomtatni, és utána le kell gyártani belőle a figurát. Szóval én most ezt kinyomtatom, és már is mutatom a további teendőket. Most, hogy kinyomtattuk a mintánkat, tulajdonképpen elő is készítettem mindent. Szükségünk lesz ugyebár egy oldóra, szükségünk lesz ragasztóra, és szükségünk lesz az előbb kinyomtatott creeper testhálóra. Sajnos most ezt a videót csak ilyen eléggé gázos fény viszonyok közepette tudom felvenni, úgyhogy most érjétek be ezzel. Megpróbálok mindent itt a képernyő közepén megmutogatni, úgyhogy jó. Első lépésként tehát akkor ugye minden részt ki kell vágni. Először azért így nagyjából levágom róla a felesleget, hogy ez így ne legyen útba. Oké. Jó. Hogyha egy kicsit tájékozódunk, egyébként láthatjuk is, hogy itt lesz, ez lesz a teste, ebből lesz ugye a feje. Ez a két első és ez a két hátsó lába. A lábaknál majd kicsit figyelnünk kell, ugyanis van egy fül, amit nem kell bevágnunk, illetve nem kell behajtanunk, és majd ott egy kicsit máshogy kell ragasztani, ugyanis ha jól megnézzük a creepert, akkor láthatjuk, hogy a lábai nem a teste alatt, hanem oldalt, kicsit oldalt helyezkednek el. Úgyhogy majd ott figyelnünk kell. Először javaslom, hogy így nagyjából vagdaljuk szét, hogy később így egyszerűbb legyen megfogni majd, meg dolgozni vele, amikor így pontosan kivágjuk, és oké, ezzel meg is vagyunk. Javaslom, hogy először kezdjük a nagy darabjaival. Kezdjük például itt a fejével. Gyorsan itt ezt kivágom. Lehet, hogy ezt a részt majd a élő videón begyorsítom, szerintem minden műveletből csak egyet fogok bemutatni. Ugyanis gondolom ti is el tudjátok képzelni, hogy hogyan kell valamit kivágni. Természetesen, hogyha tehetitek, akkor lehet, hogy kényelmesebb és lehet, hogy jobb minőségű az eredmény, hogyha kartonra, fotókartonra, ilyesmire nyomtatjátok ki. Ugyanis tény, hogy nehezebb esetleg hajtani, de szebb. És érted, tartósabb lesz a végeredmény, és lehet, hogy a színek is szebbek lesznek, bár ez nagyban függ attól, hogy honnan szereztük be a testhálót. Így. Mindjárt végzek is itt a kivágással. Egy pillanat, valaki írt. Visszaírunk, hogy most nem érek rá.
majd írok később. Tulajdonképpen videó kezdés előtt ki is jelentkezhettem volna, igazából a gép itt mellettem csak azért van, mert az rögzíti a hangot. Ugyanis a, hogyha azt is a kamerával venném, akkor a távolság miatt ti most nem sokat hallanátok belőlem. Na, mint láthatjátok, pillanatokon belül végzek is itt a fejrésszel. És kezdődhet is a hajtogatás. Tudom javasolni egyébként, hogy hajtáskor vegyetek elő egy vonalzót. Egy pillanat, és keresünk is egyet itt a fiókban. Nem feltétlenül kell vonalzónak lenni, bármi jó, ami lapos, de én most pont találtam egy vonalzót. Szóval akkor... úgy nézem, hogy itt még hibás. Igen. Ügyeljünk ezekre a kicsi fülekre, ugyanis hogyha ezeket nem vágjuk ki, vagy egyszerűen levágjuk a mintáról, akkor nem igazán fogjuk tudni majd őket rendesen összeragasztani, és az bizony baj. Természetesen, hogyha nagyon akarjuk, úgy is megoldható, de például celluxal vagy valami hasonló a ronda módon, de úgy nem lesz az igazi. Oké, hogyha megnézzük közelebbről, akkor látható, hogy a mintán vannak ilyen vékony vonalak. Értelemszerűen ezek mentén kell kifelé hajtanunk. Hajtsuk meg itt. És itt. Ez az egyszerűbbik része. Itt. Próbáljuk a vonalnál. Itt, és mindjárt jön az, amihez mondom, hogy kéne a vonalzó. Természetesen anélkül is csinálhatjátok, de szerintem így egyszerűbb. Szóval nézzük meg, hogy hol kéne hajtani. És én ezt így egy vonalzó éle mentén szoktam, ugyanis így biztosan egyenes lesz a hajtás. Elnézést! Szóval, most, hogy így az utolsó hajtás is megtörtént, hajtogassuk be ezeket a füleket, mindegyiket befelé. Ezek fogják majd összetartani a fejrészt. Ugye, természetesen minél szebb figurát szeretnénk, annál pontosabbnak kell lennünk, úgyhogy, hogyha úgy gondoljuk, hogy szeretnénk, hogy a creeperünk sokáig tartósan kínálhasson a polcunkon, vagy az íróasztalunkon, vagy ahol éppen szeretnénk, akkor javaslom, hogy törekedjünk a pontosságra, de természetesen ez a ti döntésetek. Jó, még ezt a három fület is behajtom. És itt is. És... jöhet is a ragasztás. Használhattok akár ilyen hagyományos stiftes ragasztót, de használhattok természetesen bármi mást is, akár technokolt is. Én a celluxot semmiképpen nem javaslom, ugyanis csúnya lesz, de természetesen mindenki magának csinálja, úgyhogy ti tudjátok, hogy mit szeretnétek. Bekenegetjük. Célszerű jó minőségű ragasztót használni. Ez egyébként, ami a kezembe van, ez már egy több éves, szóval valószínűleg nem lesz az igazi. De majd kiderül. Szóval célszerű jó minőségű ragasztót használni, ugyanis az természetesen értelemszerűen jobban össze fogja majd tartani a mi kis creeperünket, és akkor tovább állhat majd ott a polcunkon, vagy épp az íróasztalunk tetején, vagy hogyha kicsit kreatívak vagyunk, akkor akár a monitorunkon is, bár manapság a laptopok korában egyébként ez egy nehezen megvalósítható dolog, de hát mondjuk a lábai között pont föl lehet rakni. Maradjunk annyiba, hogy megoldható az is, hogy a monitorunk tetején álljon, de hogyha valaki ezt szeretné, az nyilván majd megoldja magának.
Oké. Hát ez most nem lett olyan pontos, de azért így nagyjából jó lesz. Jó, mindenhol azért így óvatosan nyomkodjuk össze minden fülnél, hogy biztosan összeírjenek, és a ragasztó össze tudja őket fogni. Hogyha megnézzük, látható is, ugye itt van elő a feje, van ugye a fejének hátulja, és az alján van egy ilyen rész kihagyva. Erre az egyszínű zöld téglalapra fog majd kerülni a teste. Mindjárt kivágom és összehajtogatom a testét is. Itt van ugye a body felirattal ellátott rész, ő lesz majd a figuránk teste. Hogyha ti gyártjátok a figurának a testhálóját a Minecraftos textúrák alapján, akkor értelemszerűen nem lesz odaírva, hogyha csak ti oda nem írjátok. Nyilván, hogyha valaki számára szükséges az, hogy oda legyen írva, akkor majd odaírja, hogyha valaki számára nem szükséges, az akkor nem. Elnézést. Szóval itt és itt is megvágjuk. Igazából, hogy a fülek széle mennyire lesz pontosan vágva, az kicsit kevésbé lényeges, mint az, hogy az összes többi rész mennyire lesz pontosan vágva. Azonban, hogyha már precízen dolgozunk, akkor végül is miért ne dolgozhatnánk mindenhol precízen? Értitek? Így. Nyisz. Természetesen, hogyha valaki egy ilyet igényesen szeretne elkészíteni, akkor célszerű rá tényleg időt szánni, és nem olyan sietősen, mint ahogy most én. Nem igazából egyáltalán nem sietek, de lehet, hogy majd a végén azért mégiscsak belegyorsítok, mert ki a fene nézne végig egy másfél órás, 2 órás videót arról, hogy hogyan készítse magának papír creepert, amikor biztos vannak róla sokkal rövidebb magyar nyelvű bemutatók is, csak azokat nem én csináltam. Rendben, akkor még ezt a két fület is kivágjuk. Igen, mint ahogy láthatjátok, most én is belevágtam a fülek végébe, de mivel ezek csak fülek, ezért ez nem egy olyan komoly probléma. Így. Itt is még bevágunk. Tulajdonképpen ez a különbség az egyszerű Minecraft textúra kinyomtatása és az összeragasztható testháló kinyomtatása között. Ezek a fülek, amik segítségével a későbbiekben majd összeragaszthatjuk a figuránkat. Ezek a fülek egyébként sehol nem látszódnak ki, hogyha jól van megcsinálva a testháló, nem is kell, hogy kilátszódjanak. Hogyha megnézzük ezt a prototípust, oké, ez nagyon rondán van itt alul meghajtogatva, de tehát hogyha megnézzük ezt, akkor elvileg sehol nem kéne, hogy kilátszódjanak. Még itt legalul sem, bár ott épp kilátszanak, de szóval nem kéne nekik. Oké, hát akkor kivágtuk ezt a testrészt is. A fejet és a testet még viszonylag egyszerű összehajtogatni, ugyanis aránylag nagyok, azonban a lábak már problémásabbak. Van itthon valahol összehajtogatva egy tehenem is, azonban hát az még rondában van összehajtogatva egyrészt, másrészt pedig jelentősen bonyolultabb legyártani, ugyanis annak a lábai még kisebbek. Szóval azért nem azt mutatom most így be a videóban, mert az még macerásabb, de majd lehet, hogy idővel arról is készül egy videó, de az már nem ennek a sorozatnak a részeként. Ugyanis természetesen a procedúra ott is ugyanez. Legyártjátok, vagy letöltitek a testhálót, fogjátok magatokat, kinyomtatjátok, kivágjátok, összeragasztjátok, és kész is. Készítettem egyébként pár ismerősömnek is már papírbocit, nem creepert, azt nem, csak bocit, és azok egyébként jelentősen szebbek, mint a sajátom. Úgyhogy, ha esetleg valakinek van egy szép papírbocia, függetlenül attól, hogy én csináltam-e neki, vagy nem, az nyugodtan küldhet egy képet, és akkor majd a blogbejegyzésbe kiteszem, vagy megosztom a Facebook oldalon veletek. És tulajdonképpen, hogyha bármi más figurát így hajtogattok otthon, akkor
arról is szívesen osztok meg képet. Ismételten eljöttünk egyébként a ragasztáshoz. Nem csuktam be a ragasztót, ez nem biztos, hogy egy bölcs dolog volt. Rendben, akkor itt bekenjük, itt bekenjük, és az összes többi fülön is bekenjük. Itt, meg itt, ezt a szép nagy fület is így végigkenjük. Inkább jó alaposan beragasztózzuk, mint hogy a végén ne fogja össze. Mert aztán, hogyha széthullik, akkor utólag már problémás a javítás, főleg, hogy egyszer már volt ragasztva. És ragasztott felületet újra ragasztózni, az nem egy leányálom. Oké, tudom, kivitelezhető, de hogyha megcsinálhatunk valamit úgy, hogy később már ne legyen vele probléma, akkor miért ne csinálnánk meg úgy? Így. Itt is. És hogyha ezt becsukjuk, akkor nagyjából föl is veszi a végleges formáját. Ojjaj, ez itt egy picit becsúszott. Jól van, jó lesz ez. Igen, itt látszik azért az oldalán, hogy nem lett tökéletesen összehajtva, és kartonból valóban egy kicsit egyszerűbb lett volna. De annyira azért nem is rossz. Oké, hát ő volna a kis creeperünknek a teste. Mi most így pont meg tudjuk mondani, hogy melyik irányba áll, ugyanis tettem rá egy feliratot, de alapvetően ez teljes mértékben mindegy. Mert hogyha jól megnézzük, akkor tulajdonképpen minden irányba ugyanaz. Lehet az is, hogy egyébként feje lefelé kéne rajta lenni a feliratnak, mert ha megnézzük ezeket a pöttyüket, és megnézzük ezeket a Minecraftban, akkor rájövünk, hogy hogy áll, de szerintem így kéne lennie. Majd azért utána nézek, hogyha esetleg játékban leszek, de szerintem az előzőm is így készült. Nem az előzőmben, ez pont feje lefelé van, hogyha megnézitek. Na mindegy, most ez ilyen lesz. Közben folyamatosan írogatnak rám, aminek nem örülök. Nos, most jönnek a lábak. A lábaknál kifejezetten figyelnünk kell ezekre a felső fülekre. Az első lábaknál és a hátsó lábaknál is ugyanezek a felső fülek lesznek a kritikusak számunkra. Ezeket mindenképpen precízen vágjuk ki, és semmiképp ne hajtsuk be. Hogy miért? Az nagyon egyszerű. Miután ezt kivágtam, rögtön meg is mutatom. Ezek azok a részei egyébként, amik már ilyen pepecselősebbek, mert kisebbek, kényelmetlenebb őket hajtani, kényelmetlenebb őket ragasztani, stb. Nyilván vágni is kényelmetlenebb, de az a kisebbik probléma. Így. Itt is megvágjuk. Nyilván attól, hogy ezekre a fülekre kell leginkább, attól még a többi fülre is kell figyelni, csak kicsit kevésbé. Így. Így. Igen, kicsit látszik most, hogy a fülek is ilyen pixelesek. Ezek a nyomtatás során lettek ilyenek. De természetesen rajzolhatunk szebbet is, aminek nem pixelesek a fülei, de mivel a fülek igazából teljesen mindegyek, ezért nyugodtan lehetnek pixelesek. Egyébként, ahogy láthattátok, amikor rákeresem a Google-ben erre a papír creeper testhálóra, akkor lejött egy csomó másfajta testháló is. Természetesen azok is pontosan ugyanígy megfelelnek a célnak, azokat is nyugodtan kipróbálhatjátok, kivághatjátok, összeragaszthatjátok, és azokból is hasonló creeperöket fogtok kapni, valószínűleg nem tudom, mivel nem teszteltem az összeset,
Nem tudom megmondani, hogy mindegyik tökéletesen működik-e, de nagy valószínűséggel igen, különben nem töltötték volna föl őket a netre. Én most egy súlyos hibát követtem el, belevágtam szegény Creepernek a lábába, azonban... Hát egyrészt felhívom a figyelmeteket, hogy ti ilyet ne tegyetek, másrészt viszont én ezt a hibát most nem fogom orvosolni, és nem fogok nyomtatni egy újat, de... Javaslom, hogy ti ne így álljatok hozzá. Megpróbálom majd valahogy úgy összeragasztani, hogy azért annyira ne legyen feltűnő, hogy szegény creepörünk beteg. Próbálom úgy mutatni a dolgokat, hogy itt a világos részen, hogy jobban lássátok, aztán majd kiderül, hogy mennyi látszik az eredeti videón, de remélem, hogy azért nagyjából átlátható lesz, ha már ennyit szenvedek vele. Az a probléma, hogy nem nagyon lehet pótolni a nappali világosságot, semmilyen lámpás megvalósítással, ami így itthon nekünk van, és mivel 20-ra 28 van, ezért bizony sötét van már. Lehetséges, hogy célszerűbb lett volna ezt még nappal fölvenni, csak az a gond, hogy nem szeretném holnapig itt hagyni ezt a kameraállványnak épített valamit, mert attól félek, hogy leborul. És azt pedig nem szeretném, hogy esetleg éjszaka itt leboruljon, esetleg a kamera meghalljon, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most veszem föl. Oké. Ezt is behajtottuk. És itt is jöhet a ragasztás. Fontos. Ezt javaslom, hogy ezt a felső darabot is hajtsuk be, hogy egy kicsit könnyebb legyen utána bánni vele, és jobban látszódjon az éle, de ne ragasszuk bele. Tehát amikor a többit így összehajtjuk, most itt behajtom ezt a felét, ugyebár behajtom ezt a felét is, és behajtom ezt a felét is, akkor ezt az utolsó darabot, ezt ne ragasztózzuk be, és ne is hajtsuk be belülre a test belseje felé, ugyanis erre a későbbiekben még szükségünk lesz kívülről. Az összes többi fület nyugodtan megragasztózhatjuk. Így, bátran. Ezt is. És ezt is. És össze is ragasszuk. Ragasztjuk. Így. Így. És behajtom ide szépen az utolsó oldalát is. És elvileg a legfőső fül kivételével az összes többi fül összeér. És ha így egy kicsit összenyomjuk, akkor meg is fogja őket a ragasztó. Jó, én úgy látom, hogy ez is most már így nagyjából stabil. Egy pillanat, és megnézem, mióta veszünk. 22 perc. Nem vészes. Oké, szóval ez a lába is elkészült. Akkor csináljuk meg a következő lábát. És akkor tulajdonképpen már csak egy, kettő, három testet kell meghajtogatnunk. A Creeper 6 tégla a testből áll, azonban nem feltétlen mondható ez el minden Minecraftos lényről, van ami több, van ami kevesebb. De nyilván amikor kinyomtatjátok, illetve amikor megnézitek kinyomtatás előtt vagy utána a testhálót, akkor egyértelműen látni fogjátok, hogy hány darab független téglatestet vagy kockát kell összehajtogatnotok. Hát a Minecraft grafikájából adódóan többnyire szörnyek téglatestekből és kockákból épülnek fel. Nyilván amennyiben valami egészen más szeretnétek, ami
Meg semmi köze a Minecrafthoz, akkor az is lehet, hogy más alakzatokat kell hajtogatnotok, de most egyelőre maradjunk csak a Minecraft kockás világánál. Rendben. Pillanatokon belül ezt is kivágom, megpróbálok ennek nem belevágni a lábának a belsejébe, bár végül is szerintem a másikon sem lett annyira feltűnő, de akár magunknak, akár ajándékba csináljuk, azért ismételten hangsúlyozom, hogy törekedjünk a pontosságra és az igényességre. Jó, ezt is. Így. Ezt a fület is bevágjuk. Nem biztos, hogy feltétlen mindenkinek feltűnt, de itt is azért nagyon figyeltem, hogy a felső fülnél mindenképpen legyen elég helyünk, ugyanis mint ahogy a másik lábnál is, úgy itt is különlegesen kell majd ezzel bánnunk. Oké, akkor jöhet a... Nem jöhet a hajtogatás, mert még ez itt maradt. Oké, ezt is kivágom, és akkor most jöhet a hajtogatás. A vékony vonalak mentén, bár tulajdonképpen így a fülek helye alapján is meg lehet határozni, hogy hol kell hajtanunk, de hogyha mégsem egyértelmű, akkor nyilván megnézhetjük a vékony zöld vonalakat, amik ezen vannak. Hogyha saját magatoknak gyártotok testhálót, akkor valószínűleg nem lesznek rajta, de nyilván behúzhatjátok, ez rajtatok múlik, lehet, hogy pár testhálót majd esetleg én is gyártok. Hogyha esetleg valamihez még nincs, meg akkor is lehet, hogy gyártok, ha valamihez már van. De többnyire nektek, mert nem vagyok benne biztos, hogy még 20-30 darabot meghajtogatok. Bár lehet, hogy meghajtogatok, csak nem valószínű, hogy videóban. Mert ha van még igény ilyen videóra, akkor nyilván meghajtogatom, de a Kreatív Stúdiós videósorozat többi részében azért inkább más technikákkal foglalkoznék. Nem tudom még, hogy mivel. Ez most csak egy ilyen spontán ötlet, hogy lehetne a papír creeper gyártásról is videót csinálni, mert mégiscsak azért aránynak sok ismerősöm jelezte, hogy ez tök jó. Igen, tudom, hogy tök jó, úgyhogy miért nem mutathatnak meg a többieknek, hogy hogyan kell. Ismételten beragasztózzuk, de a felső fülecskét ismét nem ragasztózzuk be, ugyanis arra még mindig kívül van szükség. Így. Itt az alját is beragasztózzuk. Ezt a fület is. És ezt a kettőt is. Aztán már jöhet is a hajtogatás. Ah, itt a tetejét nem hajtottuk be. Meg az alját. Mert mint nem a fület, azt nem is kell. Csak a lapokat. Oké, akkor először ezt. Így. Na, menj be, befelé. Így. Meg ezt így. Aztán pedig ez az utolsó darabkát. Jó, hogyha mindent jó alaposan beragasztoztunk, akkor ez most így össze is fogja tartani, és meg is fog állni így. És kész is van már két lábunk, ugye? Egy fejünk, és a testünk. Ismételten lerázok azokat, akik közben írtak, és folytatjuk.
Jó, van, most jönnek a hátsó lábak. A hátsó lábakon kívül van itt még egy kis, hogy mondjam, creeper színű lap. Ezt vágjuk ki és bánjunk vele teljesen külön. Ugyanis erre még szükségünk lesz. És tulajdonképpen ez a lap és a 4 plusz füle az, ami miatt azt mondom, hogy át kell gondolni, hogy érdemese saját magunknak legyártani a bonyolultabb testhálókat. Ugyanis amikor egy testhálót készítünk, mindenképpen át kell gondolni azt, hogy hogyan lehet majd azt később összehajtani. Oké, vágjunk bele itt. És ideje körbevágni. Oké, ahogy a többi lábat, úgy ezeket is körbevágjuk, és itt is nagyon figyelünk a lábak végén található, tehát ezekre a fülekre. Ugyanis ezeket ismételten nem fogjuk beragasztózni és behajtani, mert ezekre a későbbiekben még szükségünk lesz. Ezek fogják majd ott tartani a lábakat, ahol a creeper lábainak lennie kell. Mindjárt végzek is a kivágással. És jöhet is a ragasztás. Hogyha jól megnézitek, akkor egyébként láthatjátok azért, hogy van egy kis különbség a creeper első és hátsó lábai között. Szóval természetesen nem véletlen vannak külön. De nem probléma, hogyha levágjátok róla a feliratot, ugyanis összeragasztás után is egyértelműen látszódni fog, hogy melyik első és melyik hátsó láb. Így. Itt is levágjuk. Oké, és akkor mindjárt meg is van a újabb lábunk. Mint mondtam, ugye ez már egy hátsó láb, tehát ez egy kicsit más. Felépítését tekintve ugyanaz, de a textúrája egy kicsit más. Ennek majd összeragasztás után lesz jelentősége. Ugyanis ott majd figyelnünk kell, hogy melyiket hova tesszük, hogyha azt szeretnénk, hogy a creeperünk úgy nézzen ki, ahogy neki tulajdonképpen valóban kell. Ezt is elvágjuk. És még ezt a kis háromszöget is. Kivágjuk belőle. Rendben. Akkor ismételten jön a hajtogatás. És ismét figyelünk ugye, hogy ezt a végső darabot ezt semmiképp ne hajtsuk be. Ugyanis majd ebben más dolgunk lesz. Oké. Minden más részét ugye itt behajtjuk. És az összes többi fület is behajtjuk. És ezt is behajtjuk. És ezeket is. Oké, még ezt kell valahogy csak. Jó, tudom, használhatnék vonalzót is, úgy lehet, hogy egyszerűbb lenne. Rendben, akkor most minden fölbe van hajtva, ami szükséges, a felső nincs. Ismételten jöhet a ragasztózás.
Ezt is itt a végén. Ezeket is itt alul. És itt ezeket is. Mindent jó alaposan beragasztózunk, hogy garantáltan összefogja. Most nem felejtem el rátenni a kupakot a ragasztóra. És megpróbáljuk összehajtani valahogy. Így. 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 Igen, itt most jól meglátszik, hogy pontatlanul hajtottam. Na, se baj. Sőt, úgy néz ki, pontatlanul is vágtam. De nem gond. Majd csak lesz belőle valami. Így. Természetesen, hogyha kicsit igényesebb lettem volna, akkor nem kéne sehol meggyűrni, meg semmi ilyesmi. De mint láthatjátok, most itt ez nem lett tökéletes. Ez egyértelműen az én hibám, ugyanis igénytelenül és pontatlanul vágtam ki. Javaslom tehát, hogy ti ne így tegyétek. És akkor jön az utolsó darabka, ami ismételten egy pontosan ugyanígy kinéző láb lesz. És ebben tulajdonképp most vágom ki a Creeper utolsó testrészét. Mint láthatjátok, ugye három láb már megvan, egy fej megvan, és egy test is megvan. Utána már csak az a kérdés, hogy hogyan ragasszuk össze. Természetesen ez nem lesz egy bonyolult dolog. Nagyjából magától értetődő. De azért a tutoriál teljessége érdekében megmutatom a folyamat ezen lépését is. Jó. Így. Itt is azért próbálok nagyjából figyelni a fülekre. Rendben, akkor ide is bevágunk. Fontos, hogy a fülek közötti fehér területeket, tehát ugye amik így vonalon kívülre esnek, azokat mindenképp vágjuk ki. Ugyanis különben nem fogjuk tudni majd megfelelően összeilleszteni a figuránkat. Így. Ide is bevágunk. És itt is kivágjuk a maradék részt. Rendben, kivágtuk az utolsó lábat is. Vetek egy pillantást a hangrögzítőre. 36 perce veszünk. Jól van. Hú, majd öröm lesz feltölteni. Oké, akkor ismételtem. Összehajtogatjuk, ismét figyelünk, ugye, hogy ezt a felső fület ezt érintetlenül hagyjuk, ne hajtsuk be. Tehát ne ragasszuk be a test belsejébe. Megpróbálom most ezt kicsit igényesebben azért, mint a másik hátsó lábat, ugyanis az tényleg bűronda lett, de egyértelműen én tehetek a dologról. Én vágtam és én ragasztottam pontatlanul. Ti ne tegyétek ezt, és akkor nektek szebb figuráitok lesznek. Azért mondom mindig, hogy figuráitok, mert ugye nyilván értelemszerűen nem a Creeper az egyetlen dolog a Minecraft-ban, amit így meg lehet hajtogatni. Nyilván legyárthattok magatoknak malacot, mint mondtam már tehenet, ugye tehenem nekem is van. Gyárthattok magatoknak játékosokat. Sőt, hogyha van türelmetek, akkor nyilván bonyolultabb figurákat is. Oké, akkor vegyük elő ismét a ragasztót. Ezt használtam az előbb. És
beragasztózzuk itt ezeket a kis fülecskéket alul és fölül, és oldalt. Kivétel természetesen azt az egy fület, amiről már sokszor elmondtam, hogy semmiképp ne ragasztózzuk be. És mindjárt össze is hajtjuk. Oké, ismételten ugye itt. Ó, itt nem hajtottam meg előtte, nem gond, már meghajtottuk. Szóval itt ezt a két oldalt ugye összehajtom. Behajtom ide. Hoppá, nem menjél ki. Fontos ugye, hogy a fülek mindig befelé menjenek. Mindig a test belseje felé legyenek, ugyanis ellenkező esetben hát vagy nem, hát valószínűleg nem is fog úgy összeragadni, de hogyha a máshol ragasztóztuk be, akkor lehetséges, hogy ellenkező esetben is összeragad, de nem lesz szép. Szóval ugye ezek a fülek nyilván azért vannak. Oké, hát ez a láb sem lett tökéletes, ezt meg kell hagyni, hogyha itt jól megnézitek, akkor hol látjátok. Szóval azért látszik rajta, hogy hagy némi kivennivalót maga után. És egy kis apró rommeltakarítást most így végrehajtunk. Így letörlünk mindent erről a szépségesen szép kreatív stúdió logóról. És akkor nézzük is, hogy mink van. Van ugye egy RGB feliratos testünk, van egy fejünk, van két első lábunk és van két hátsó lábunk. Oké. Okay. Hogy hogyan kerül rá a feje a testre, az nyilván egyértelmű. Mint már mondtam, van a fejen egy ilyen terület, egy zöld terület a feje alján, ugye az arc alapján látszik. És nyilvánvalóan ide kell illeszteni a testet. Nekem most a felirat miatt nem mindegy, hogy melyik a test alja és melyik a test teteje. Nyilván a test tetejéhez illesztjük a fejet, és úgy illesztem majd, hogy a felirat az a hátán legyen. Fogok egy kis ragasztót. Ezt itt így jól bekenegetem. Felirat a hátán, tehát akkor így. És így összeillesztem. Kicsit ezt is összenyomkodom, de csak óvatosan, nehogy összeroppanjon. Várunk egy kicsit, hogy összetapadjon. És addig egy kicsit szemügyre veszük a lábakat. Vannak ugye ezek az első lábak. Mint láthatjátok, ezeken elől találhatók ilyen fekete csíkok, amik a Creeper lábán elől vannak. Hátul ilyen fekete csíkok nincsenek, és tulajdonképpen ezért kell nagyon figyelni arra, hogy melyik az első és melyik a hátsó láb. Hogyha megnézitek ezt a eléggé gaddjanat mintát, akkor láthatjátok, hogy ennek is ugye itt is elő vannak a fekete mintái, és itt a hátsó lábán is előrefelé néznek. És ugye a lábak nem a testtel egy vonalban vannak, hanem előtte is, mögötte. Erre a célra szolgálnak ezek a kis fülek. Szóval beállítjuk a lábakat ugye úgy, hogy azok, amiken a füllel ellentétes oldalon vannak a fekete részek, azok lesznek elő. És ahol a füllel azonosan oldalon lesznek, vannak, azok lesznek itt hátul. Így beállítjuk őket, és így kell majd felragasztanunk mindjárt a creeperünk aljára. Hát, most először beragasztózom az egyik első lábát. Már ha ez egy első lába, de... Igen, ez egy első lába. És beragasztózom a másik első lábát is. Azért úgy jól. Lehetőleg minél jobban. És... Hopp, egy első láb.
és még egy első láb. És a creeperünk elvileg meg is kapta az első lábait. Hát, hogy most mennyire pontosan ragasztottuk föl, az már egy másik kérdés. Mondhatjátok, hogy ez így nem fogja megtartani, de meg fogja tartani. Erről legalábbis majd mindjárt gondoskodunk, hogy megtartsa. Hoppá. Hoppá. Igen, így még valóban nem tartja meg. Ebben igazatok van, de... Ezt a problémát majd orvosoljuk. Igen, a lábak felragasztása az egy ilyen... Kicsit macerás része a Creepernek, de... Nem gond, én úgy érzem, hogy egy abszolút megér ennyit. Oké. Most jó alaposan, hangsúlyozom, jó alaposan beragasztózzuk a hátsó lábait is, és megpróbáljuk ezeket is pontosan fölilleszteni, de hogy mennyire lesz pontos, az jó kérdés. Gyanítom annyira, mint az első. Azaz kb. Semennyire. Jó lesz ez így. Oké, és a hátsó lábaknak van egy óriási hátrányuk, ha az elsőket előbb ragasztottuk föl, akkor nem nagyon tudjuk őket odaszorítani. Ehhez is a vonalzót fogom használni. És a vonalzóval kicsit így oda nyomkodom. És ha minden igaz, már is odaszárad annyira, hogy egy kicsit levehessük róla a kezünket. Mint láthatjátok, most a creeperünk alja ilyen fehér. Azonban mi azt szeretnénk, hogy ilyen szép zöld legyen ez is. Erre szolgál ez a lap. Ennek a lapnak a fehér oldalát beragasztózzuk. És óvatosan behelyezzük ide a lábak közé, ahova pont be kell, hogy férjen. És lenyomkodjuk valamivel. Például egy vonalzóval, vagy ha befér oda az ujjunk, már pedig a kis ujjunk biztos befér, akkor abban így lenyomkodjuk, és tulajdonképpen ez egy kis tartást is ad neki. És most, hogyha megnézzük, ott látszik benne a kis bevágás, amit véletlen ejtettem. Szóval, hogyha jól összeragasztottunk mindent, és jól, igényesen, szépen kivágtunk mindent, akkor egy ilyen, vagy hát remélhetőleg ennél szebb papírkrípert tarthatunk a kezünkben. Van ugye egy arca, van teste, és megvan a négy lába. Ha jól megnézzük, akkor mind a négy lába megfelelő irányba áll. Így meg is tud állni a négy lábám. Hogyha kartonból nyomtatjuk, akkor valószínűleg kicsit így tartósabb lesz. És ha szebben ragasztjuk, valószínűleg szebben fog kinézni. Szóval ez most egy kicsit ilyen összekapkodott creeper, bár hogyha megnézzük, ugye ez a másik se sokkal szebb. Szóval tulajdonképpen ennyi a titka az egésznek. Így készíthetünk magunknak nagyon egyszerűen papír creepert, és tulajdonképpen ennyi is volna a videó, hogyha megnéznék, akkor itt látszik is a hátulján az RGB felirat. Rendben, hát akkor a videónak ennek a részének a végéhez értünk, és ideje vetni egy pillantást arra, hogy hogyan készíthetjük el ezeket a testhálókat saját magunknak. Ehhez először is átülünk a számítógéphez. Az egyetlen nagy kérdés, ami maradt, az tehát akkor az, hogy hogyan készíthetjük el a saját testhálóinkat. A dolog tulajdonképpen nagyon egyszerű. Ugye, belemegyünk itt a számítógépbe, megkeressük a Minecraft mappáját, amit ugye legegyszerűbben úgy tehetünk meg, hogy ide fölülre az elérési úthoz beírjuk, hogy százalék, app data százalék, majd nyomunk egy Entert, be is hozza a jelenleg bejelentkezett felhasználó Application Data mappáját. Itt az almappák között találunk egy olyat, hogy pont Minecraft, amennyiben eredetisek vagyunk, vagy Minecraft SP-t, vagy Minecraft-et használunk. Hogyha hu Minecraft-ot, akkor lehet, hogy ez pont hu kötőjel Minecraft, vagy valami hasonló, szóval ez a kliensünktől függ. Ezt a mappát itt kiválasztjuk. És itt fogunk benne találni egy... Hát az új verzióban már nem így hívják, mióta új Minecraft indító van, ezóta kicsit keresgélni kell. Szóval elvileg van itt egy Versions mappa, és az alatt találhatóak ugye a különböző verziók, amiket a launcherünk letöltött.
Természetesen, hogyha ilyen indítót használunk, hogyha nem, akkor valószínűleg ez valahol máshol van. Most kiválasztom a legújabb verziót, ami nálam az 1.7.7, és itt van egy 1.7.7 jar file. Ezt egyszerűen átnevezzük zipre, így már is meg tudjuk nyitni. Meg tudjuk nyitni valahogy intézővel. Természetesen pontosan tudom, hogy megnyithatjuk egy csomó más dologgal is, de jó. Akkor nyissuk meg VR-ral, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mivel nyitjuk meg. És itt a játék feljein belül van egy Assets mappa. Ebbe, hogyha belemegyünk, Minecraft, és itt van egy Textures. Ebbe a Textures mappába, hogyha belemegyünk, akkor itt kategorizálva megtaláljuk az összes Minecrafthoz tartozó textúrát. Hogyha például egy blokkot szeretnénk magunknak elkészíteni, akkor menjünk bele a Blocks mappába, keressük ki a blokkot, angol nevei alapján. Vannak olyan blokkok is, ugye, amiknek minden oldala egyforma, van aminek csak néhány oldala egyforma, és valaminek minden oldala különböző. Most keresünk valami viszonylag egyszerűt. Mit szólnánk például egy olyanhoz, hogy hol van valami egyszerű, például cobblestone. Szóval nyissuk meg például a cobblestonehoz tartozó textúrát valamilyen képszerkesztővel. Először is nagyítsunk bele. Jó van, mint láthatjuk, ugye ez az a textúra, amit a Minecraft a cobblestone blokk egy oldalára ráhúz. Nekünk most ebből létre kéne hoznunk egy testhálót. Először is ugye növeljük kicsit meg a rajzterületünket, majd javaslom, hogy tegyük valahova ide beljebb. Oké, szóval, ugye mindenki tudja, hogy egy kocka testhálója hogy néz ki. Szóval először is le kell gyártanunk a blokk 4 oldalát. Két oldala, három oldala, és négy oldala. Ezen felül le kell gyártanunk a blokkunk alját és tetejét. Tehát ezeket nem feltétlen kell ide csatolni, csatolhatjuk ide idébb is. Csak figyeljünk arra, hogy jó helyre tesszük. Most először is előveszem ezt a vonalas eszközt, és leveszem a méretét egyre. És kimérem azt a bizonyos 16 képpontot, ami egy alap Minecraftos textúra szélessége. Így ni. Szóval most már pontosan látjuk, hogy ide kell illesztenünk. Szóval pontosan jó helyre beillesztjük ezeket a textúrákat. Így meg is van a blokkunk minden oldala. És most szerkeztünk rá füleket. Ezt a fehér darabot, ezt a piros darabot, ezt hát még nem tüntetném el. Szerintem. Ugyanis, még ha itt nem is, de itt még szükség lehet rá. Szóval, megfogom a fekete szint, kiválasztom, és ugyebár ráteszek valamilyen egyszerű kis füleket. Nyilván ezeknek nem kell olyan szépeknek lenniük. Most lehet, hogy én is így egy kicsit túlzásba viszem. Ez így nem szép. Oké. Szóval ráteszünk valami ilyesmi fület. Ezt így az összes többi helyre oda másoljuk. Ó. Ó, rosszul jelöltük ki. Szóval figyelünk, hogy pontosan ezt másoljuk oda. Rögtön lesz fül itt is. Lesz fül itt is. Lesznek fülek az alján is. Nyilván megfordítjuk.
Függőleges tükrözés. Ezt is. Szóval így egyszerűen ráillesztgetjük ezeket a füleket. Még ide is még kell egy a végére. Ezt elforgatjuk. Mondjuk tehetjük erre a végére. A másik végére nem kell, és még kell egy ide a tetejére. Így. Tulajdonképpen ezzel el is készítettük a blokkunk testhálóját. Természetesen jól látjátok, ez a blokk egyelőre elég kicsi lenne, hogyha így kinyomtatnánk, úgyhogy nyomtatáskor, vagy egyszerűen most itt kézzel, javaslom, hogy méretezzük át kicsit nagyobbra. Mondjuk 400%-osra. Hoppá! Ehhez először is meg kéne növelni a rajzterületet. Legalábbis bölcs dolog lenne. Szóval, így. Jelöljük ki ugye a kis testhálónkat. Átméretezés. Mondjuk tegyük 400%-osra, és így rögtön egy már szemmel is viszonylag jól látható méretű blokkot kapunk, hogyha mondjuk még ezen is növelünk, ami megint csak nem fér ki. Azt mondja, hogy 800. Akkor 400 és 200. Szóval, hogyha ezen is növelünk, akkor már egy ilyen szép nagy testhálót kapunk, ezt egyszerűen kinyomtathatjuk, kivághatjuk és összeragaszthatjuk. Természetesen, amennyiben nem blokkot szeretnénk, akkor ne itt a blokkoknál nézzünk körül, amit még így szépen 3D-ben le tudunk gyártani. A blokkokon kívül azok a modelleknél vannak, például az armorban. Ezekre akkor lehet szükségünk, hogyha egy skinből szeretnénk testhálót nyomtatni. Arra tudjuk nagyon szépen rászerkeszteni ezeket az armorokat. És valahol az Entity-ben azt hiszem megtaláljuk. Így van. Itt megtaláljuk a mobok testhálóit is. Természetesen ezekkel már nehezebb dolgunk van, ugyanis ezeket egy kicsit érdekesen tárolja a Minecraft. Keressünk valami egyszerűbbet, nézzük meg például a Creeperé, hogy néz ki. Creeper. Creeper PNG. Szóval ezeket már kicsit bonyolultabban tárolja a játék, úgyhogy egy Creeper testhálóját például ebből kell valahogy kihámoznunk. Azonban a Mojang oldalán találunk leírásokat arról, hogy ezek a testhálók hogyan néznek ki, hogyan épülnek fel ezek a képek, és akkor természetesen könnyedén elkészíthetjük már magunknak ezeket a hálókat. Tulajdonképpen ennyi lett volna ez a mai videó. Ahogyha kedvetek tartja, akkor gyártsátok le nyugodtan. Igazából egyáltalán nem egy bonyolult dolog, természetesen minden szükséges linket meg fogtok kapni a leírásban is, a hozzátartozó bejegyzésben is. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek ezt a nagyjából egy órás videót. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!